A kormány lakásfelújítási programjának bejelentését követően megnőtt az érdeklődés az építőipari vállalkozóknál, de aki még most dönt úgy, hogy belevág, tavaszra talán kaphat időpontot, mondta a megkeresésünkre egy nyíregyházi építőipari cég vezetője. Itt előfordulhat, hogy a családi ház méretű felújításoknál az alvállalkozók nagyobb számú igénybevételi miatt csúszásokra lehet számítani, van, ahol akár ez több hét is lehet. Azonban abban a kategóriában, ahol mi dolgozunk, mivel nekünk sok szakemberünk van, a kőműves, ács, vasbetonszerelő, festő, villanyszerelő, műköves szakágokban saját létszámmal rendelkezünk, kiegészíteni csak az épületgépész, burkoló szakmakörben kell a saját létszámunkat. Mi ebben a téli időszakban szoktuk ilyenkor a kapacitásokat lekötni, hogy ne csúszunk bele ebbe a bizonyos koratavaszi, akkor már jobban meginduló kapacitás lekötött időszakban, ne csúszunk bele. Ezt én javasolnám mindenkinek, hogy így tudnák kiküszöbölni, hogy ott a február, aki számol ilyen beruházásnak az indításával, még most igyekezzen körbenézni, hogy jó szakembert találjon. Megyénkben is érzékelhető a szakember hiány. Az új évben azonban azt vették észre, hogy felfokozott az érdeklődés az alvállalkozói szektorban. Az is érzékelhető, hogy az állami támogatásoknak köszönhetően már a szerkezetkész épületek is rohamosan fogynak. A kivitelezők vagy alvállalkozók kiválasztásakor mindenkinek érdemes körültekintőnek, a feladatok tisztázásakor pedig egyértelműnek lennie, hogy később ne kelljen bosszankodnia a nem megfelelő kivitelezés miatt. Én azt mondom, hogy ha alvállalkozó felkészültsége esetleg nem lenne elég, bizony a megrendelőnek előzetesen tájékozódnia kell a lehetőségek felől, és tudnia kell, hogy mit szeretne, és azt bizony papír alapon át kell gondolnia, és úgy kell átadnia a kivitelező számára, mert akkor egyértelmű. Gond esetén mindig az adott kivitelezőt kell keresni, neki kell kivizsgálnia, hogy a mulasztás és annak javítási költsége kit terhel. Az igazunkat azonban csak akkor tudjuk érvényesíteni, ha a szerződéses vállalkozón túl is minden egyéb folyamat kivitelezőjével szerződünk. A berendezési tárgyakra azok jótállás és garanciális feltételei vonatkoznak, a lakásra pedig a szerződésben kell rögzíteni, hogy a kivitelező pontosan mely munkafolyamatokra milyen és mennyi ideig tartó garanciát vállal.